Szerdán a Tókos zenekar várja a kolozsvári Magyar Napok közönségét a főtéri nagy színpadon. Vajas Albertet, a zenekar tagját kapcsoljuk most, akinek már is mondom, hogy Isten éltessen benneteket. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a születésnap. És köszönjük szépen a köszöntést. Ez a születésnap kötődik egy naphoz, vajon? Tehát teszem azt, igazából augusztus 3 vagy... Pontos, igen? Pontos napot nem tudunk mondani, de valamikor 2011-ben kezdtünk el muzsikálni. Akkor már rendszeresen heti alkalommal egy kolozsvári kávéházba. És hát ez 2011 második felébe datáljuk. Úgyhogy így most augusztustól decemberig készülünk majd egy ilyen ünnepi koncertsorozattal, amikor szeretnénk egy csomó mindenre megemlékezni, egy csomó ismerőst elhívni, akivel közös koncerteket adtunk az elmúlt 10 évben, de szeretnénk táncházakat is, hogyha ezt majd a vírushelyzet megengedi, Kolozsváron újra tartani. Tehát jó is, hogy nem csak egy megadott nap, hanem egy hosszabb időszakot felölel ez az ünneplés. Albi, 10 év kevés vagy sok idő, tehát az vitathatatlan, hogy ti nevet csináltatok magatoknak ebben a műfajban. Milyenek voltak a kezdetek olyan szempontból? Azt tudom, hogy kis kávéházakban kezdtetek először játszani, meg kisebb táncházakban, de azt tudom, hogy te még iskolás voltál, amikor elkezdődött a történet. Igen, hogyha arra gondolok, mikor először játszottunk, akkor nagyon hamar eltelt. Hogyha komolyabban belegondoljunk, akkor tényleg az volt, hogy akkor én még iskolás voltam, általános iskolában, vagy liceumban jártam 11. osztályba, és elkezdtünk muzsikálni, aztán egyetemet végeztünk, közben családot alapítottunk, dolgozunk, most már úgymond felnőtt emberek lettünk, és nagyon-nagyon sok élmény tartozik hozzá ez a 10 évhez, rengeteg jó buli, rengeteg jó társaság, egy csomó ember, akit megismerkedtünk, szinte lehetetlenség is lenne elhívni minden olyan barátot, aki megérdemelné, hogy szerdán itt legyen velünk közösen a színpadon. Megpróbáltunk egy olyan csomagot összeállítani, akikkel közösen fogunk majd szerdán a színpadra állni, és egy picit erről a 10 évről megemlékezni, pár olyan fontos és jellegzetes pillanatot feleleveníteni majd a kolozsvári közönségnek. Mindjárt beszélünk a szerdai repertoárról is, úgymond, de azért mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen, mennyire volt nehéz ez a 10 év, nehéz vagy könnyű, hiszen rengeteget változtatok ti is a 10 év alatt. Nagyon sok minden történik 10 év alatt. Igen. Nagyon szerencsés pályát tudhatunk magunk mögött, hiszen tényleg úgy jöttek ki a dolgok, hogy amiben nekifogtunk, az valahogy jól sült, rengeteg jó tapasztalat született. Itt Kolozsváron sokat muzsikáltunk, aztán egyre több helyre hívtak, ugye, ahogy megismertek buliról bulira, egyre többen ismerték a zenekart. Majd jött a Fölszállott a páva 2014-be, ami szerintem meghozta azt a lendületet is, meg azt a komolyságot is, úgymond a zenekarba, hogy ezt akkor már második életünknek számítottuk már akkor a Tókos zenekart. Utána rengeteget koncerteztünk, elkezdtünk járni a Kárpát-medencébe, nagyon-nagyon sok vidékre, majd Európába, aztán Európán kívül, ugye turnéztünk már Amerikába, turnéztünk Ausztráliába és Kínába is. Igen, ez tetszett nekem, hogy még Kínába is eljutottatok, ez úgy egzotikus nagyon. Hát mindenképp az volt, főleg, hogy egy világzenei fesztiválon képviseltük a Kárpát-medencét, mint népzenekar. Óriási megtiszteltetés. Igen. Beszélj egy kicsit a zenekar tagjairól, hát most itt vannak a hátam mögött, szépen felsorakoztattuk őket, hogy lássák a nézők is. Mióta játsztok ebben a felállásban? Meg hogyan jut idő egymásra, illetve próbálni, hiszen mindenkinek van egy élete, családja, gyereke, munkahelye, stb. Így van, hát a zenekari tagok most a háttérben ugye ötön vagyunk, azóta bővültünk egy Bálint Zsombora, aki cimbalomon játszik, és jelen pillanatban Szakács Kristóf a bőgősünk, aki mindenben segíti a zenekart, és itt még fel tudnék sorolni legalább 5-10 olyan kolozsvári zenészt,
aki a 10 év alatt nagyon sokszor közreműködött velünk, ugyanis természetesen az gyakran előfordult, hogy munkahely miatt valaki nem tudott eljönni egy-egy fellépésre, de hála jó Istennek minden jó zenésszel jó barátságban vagyunk itt Kolozsváron, összetartanak a népzenészek, és egymást kisegítjük ilyen esetekben, hogyha baj van. Ezért mi nagyon hálásak vagyunk a kollégáknak, hogy mindig számíthatunk rájuk, és közösen el tudunk járni, muzsikálni. A zenekar tagjai, hát mindenképp nagyon nagy türelemre van szükség ahhoz, hogy egy-egy próbát össze tudjunk hozni. Nem árulok el nagy titkot azzal sem, hogyha vannak olyan próbáink, amik este 10-kor kezdődnek, és valamikor éjfél után éjjel egy körül szoktak véget érni, pont amiatt, hogy napközben egyszerűen nem tudjuk összehangolni a programunkat. Maradt még egy szűk egy percünk, de az épp elég arra, hogy beharangozzuk a főtéri nagykont jubileumi koncerteteket, ugye a Kolozsvári Magyar Napok főtéri koncertjét. Mivel várjátok a közönséget? Rengeteg szép muzsikával, nagyon sok jó táncossal, énekessel, kolozsvári zenészekkel, mezőségi zenészekkel, olyan barátokkal, akikkel mi szívesen muzsikáltunk együtt az elmúlt 10 évben, és rengeteget tanulhattunk tőlük. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy szerda este megtelik majd a nagy színpad előtti tér, és egy fergeteges nagy koncert buli kerekedik majd. Mi nagyon várjuk a kolozsvári és nem csak kolozsvári közönséget. És gyorsan még egy időpontot, hány órától várjátok a közönséget? Szerda este 9 órától. A főtéren. 12. Kolozsvári Magyar Napokon. Tókos zenekar, 10 éves jubileumi koncertje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is, hogy itt lettem.